Ez egy jobb minőségű iránytű, amit órákon használnak. Hogyha valaki nem sajnálja rá azt a 3-4 ezer forintot, sok-sok százezer vagy millió forintot és bosszúságot és miért más meg tud takarítani ezen kis varázseszköz használatával, és hogy ezt hogyan is használjuk, mire alkalmazzuk a fő elveket, hogy miket kell megnézni mondjuk egy ház vásárlásakor. Ezt fogja ez az előadás az elején taglalni. Úgyhogy akinek még nincsen, gyertek beljebb lennünk, az a jó, hogyha ide öltök minél közelebb. Ha az Attila rakt székeket, akkor ide is rakszak a székeket. Előre, igen. Jó. Kérdő azt szeretné, hogyha minél közelebb kerülnénk hozzá. Igen, mert így, hogyha távol vannak az emberek, akkor miközben mutatok itt az én apró betűimre, szóval nehezebben olvasni. Remélem, hogy mindenki hozott jegyzetfüzetet és jegyzetet. Ha nem, akkor meg internetről le lehet tölteni a könyveimet, akkor végül is nem marad senkivel semmiről sem. Csak ennek van egy kis aktualitása, mert ez itt például a művelődési ház. Még hogyha nem is tűnik annak, de ez az. Csak úgy nagy vázoltason, ahogy ránéztem a házra, és így egy kicsit csak fölskicceltem, és ezt fogom elemezni, mint egy olyan példát, ami rögtön itt van az orrunk előtt. Milyen hatása van ennek a művelődési háznak még útra az ebbe dolgozó emberekre, illetve a tiszteletüket teszik. Most nincs itt az alkalmat. Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, hogy eljött erre az igen izgalmasnak ígérkező előadásra. Tudás Jenőt még körülbelül 3 évvel ezelőtt ismertük meg. Olyan jó lenne, hogyha mindenki kapcsolná a telefonját most. Jó? Jó? Köszönöm szépen. 3 évvel ezelőtt ismertük meg a Jenőt, akkor egy ugyanilyen előadást tartott a mi udvarunkban, a barátainknak, és milyen furcsa, a mi házunkat elemezte abban az előadásban, és adott mindenféle tippet, hogy hogyan kellene átalakítani házon belül is a dolgokat, illetve a portát, az udvar, a kertet. És ezt mi óvatosan, szépen megfogadtuk ezeket a tanácsokat, és megcsináltuk ezeket a változásokat, persze még mindig folyamatban vannak a változtatás, igen. És nagyon-nagyon sok minden, van egy bűvös 21 hónap, majd halljátok, amikor a 21 hónap letelt, akkor abban a pillanatban változás történt az életünkben is, pozitív változás, és igen nagy mértékű pozitív változás. Azért hoztam el a Jenőt most hozzátok, nagyon ritkán van Magyarországon. Svájcban dolgozik, Cipruson volt, Ukrajnában, Indiába készül, ha nem vagy, hogyha elmondom. És gyorsan-gyorsan le akartam csapni rá, és elhozni, hogy elmondja nektek is, amit ő tud, illetve egy jogatanfolyamot is szervezek neki. Mindenki kapott a szóróanyagból. Igen, még azt szeretném kérni, hogy elég hideg van itt ebben a teremben, hogyha azzal kezdenéd az előadást, hogy megtanítanád minden nyíltnak a fűtő légzést, akkor annak örülni. És még egy tisztán van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Bálintné Babinak, hogy ilyen gyönyörűen megterített nekünk. És megszervezte az előadást itt a művelődési házban. Köszönöm szépen, átadom a szót a Jenőnek. Nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves szavakat. És én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit ezen az előadáson. Próbálom annyira közérthetően és annyira családiasan bemutatni az építészet tudományát, a védikus építészet tudományát, a Szápatka Védát, amennyire csak lehetséges. Akit érdekel, az utána tud olvasni bővebben, de az alapokat már itt meg fogjuk ismerni ezen a kis előadáson. Talán kezdjük is el rögtön az előadás fő
mondani valóját. Védikus építészet, mi jelent ez a védikus? Mi az a véda? A véda tudást jelent, tudomány. Méghozzá nem is akármilyen tudás, tudomány, tiszta tudatosságon, tiszta idegrendszeren alapuló tudomány. Ugye ismerjük azt, hogy valaki kap egy Nobel-díjat, mert hatalmas dolgot felfedezett. Aztán eltelik 20-30 év, és valaki felfedez még hatalmasabbat, és már látjuk, hogy ez a Nobel-díjas nem volt teljesen olyan nagy a teóriáját illetően, utána eltelik még mondjuk 100 év, és kiderül, hogy ennek a Nobel-díjasnak nagyon jó a teóriája, bizonyos szintig megmagyarázza nekünk a társadalmat, vagy mondjuk a fizikát, mondjuk a newtoni törvények, de atomenergiára már nem alkalmas. Jön egy Einstein, és egyből megmagyarázza, hogy hogyan is néz ki ez az atomenergia. Mindenki számol, minden működik, és aztán jön egy másik tudós, aki azt mondja, hogy hát Einstein nagyon jó dolgokat kitalált, de a szabad energiás berendezések nem valósíthatók meg az Einsteini modellen belül. És felállít egy olyan modellt, amiről egyébként kiderült, hogy már az 1920-as években egy Walter Russell nevezett úriember felállította, amivel szabad energia lehetséges. Ezt ne úgy képzeljük el, hogy csak úgy a semmiből jön ez az energia. Ez a vákuumtérben van. A tudósok mindig is mondták, hogy végtelen energia, végtelen harmónia, végtelen gyógyulási lehetőség, sőt, intelligencia, tudás, információ, minden ott van ebben a kvantumtérben, nekünk csak ezt meg kell csapolni. Bizony vannak tudósok, akik ezt megcsapolták. Tehát látjuk, hogy ahogy a tudatszint emelkedik, egyre többet és többet érthetünk meg a világból, egyre hasznosabb és hasznosabb dolgokat hozhatunk létre, ha ezt az élet nevében használjuk fel. Mert ugye ott van a másik oldal, amikor a hadipar használja fel, nagyon csúnya dolgokat tud csinálni. Ugyanez igaz minden egyes, nagyon finom tudás részletre is. Azok, akik ismerik a magasabb tudatossági szintek valóságát, azok általában nem szoktak üvöltözni, kiabálni. Mert tudják, hogy minden egyes szóval, gondolattal, cselekedettel, hatással vagyunk a környezetünkre. Hogyha el tudjuk képzelni azt, hogy van egy abszolút tiszta idegrendszer, egy megvilágosodott idegrendszer, egy olyan idegrendszerrel bíró személy, aki mindent átlát, mindent tud, a tudás belülről fakad neki, teljesen mindegy, hogy az biológia, kémia, fizika, bármi, ebben a megvilágosodott idegrendszeri állapotban a tudásnak egy mag formája, ami a véda, ez feltör. Ezt úgy láthatják, mint különböző kis misztikus szimbólumrendszereket, belső mély-mély meditációjában látja ezt a megvilágosodott ember, és ebből hozza ki a tudást, vagy pedig belülről hallja azt a morajlást, amit ugye úgy szoktak fogalmazni, hogy az Om, ugye az Omnak a morajlása, amiből a véda és védikus irodalom a teljes tudás kibontakozik. Tehát, ha azt mondjuk védikus építészet, akkor feltételezzük azt, hogy ez egy olyan építészet, ami soha, semmikor nem fog, úgymond, megváltozni, csak mi változunk meg, és maximum egyre többet és többet értünk meg belőle. Csodálatos kis hazánkba bejött egy 20-pár évvel ezelőtt a radiesztézia minősége. A köztudatban, mert már előtte is voltak nekünk nagy radiesztával foglalkozó tudósaink, de akkor mindenki a kis pálcával ment, vízerekről beszélt, Hartmann rácsokról, és emlékszünk rá, hogy mindenki az ágyát fordította át ide-oda-amoda, és múltak el a betegségek. De éreztük, hogy ez nem elég, valami még kell. Egyszer csak jött a feng shui. Mindenki a feng shui-nak a különböző rendszerét figyelte, plusz a vízerek rendszerét és az energiarendszereket, mert így már egy teljesebb tudás érhető el.
Aztán rájöttünk, hogy hát van a feng shui-nak egy kicsit bonyolultabb része, ez pedig a tradicionális iránytű iskola. Ahol nem a bejáratot veszik figyelembe, mert ugye a bejárat az nézhet erre, 8 fő, vagy 4 fő és 4 mellék irányba, hanem ott a kozmikus rendszerbe, észak-dél-nyugat-keletre detájolva, még a bejáratot is figyelembe véve annak irányultságát, így határozták meg a lakó épületnek a szerkezetét. Persze ezt ezek a huncut kínaiak mindig is tudták. Ezt mindig is a kínai császár elrejtve ezt őrizte, ugyanis aki tudja ezt az építészetet, az úgy az univerzumot megszerkeztheti, piciben, miniatűrben, ugye tudjuk, hogy piramisok vannak Kínában, és az egyik alatt a sárga császárnak egy olyan bemutató planetáriuma van, ahol a csillagokat picikek is gyöngyökből pakolták fel, és higanya, víz, a teljes domborzata annak a kínai résznek ott van. Tehát valami mesés dolgokat tudnak csinálni, csak ugye ezt a hagyományos oktatásba ezt nem rakják bele, mert amint ez belekerül, akkor elkezdenek gondolkodni, hogy Úristen, hát milyen mélységei lehetnek még a régiek tudásának. Mindent ki kell dobnunk, mert mi azt hiszük, hogy most tudjuk a legtöbbet, pedig évezredről évezredre mindig jöttek olyan megvilágosodott bölcsek mindenütt a világban, akik a tudást vissza-vissza állították. Tehát védikus építészet. És ez a védikus építészet majdnem 100%-ban megfeleltethető a kínai tradicionális iránytű iskolának. A kettő között a most divatos vasati található, amit Lakatos Edit Budapesten oktat, és ez elérhető, és hogyha még egy nagyot ugrunk, akkor a Maharishi Sthapatya Veda az, ami az egészet mondjuk egy nagy egész körbe fogja be, és teljesen tisztán bemutatja ezeket az elveket. A sztá az azt jelenti, hogy megalapozódni, ez a megalapozódást jelenti. Az éda, ugye ez a tiszta tudás, a sztápatja véda, pedig a megalapozódás tudománya. Ugye figyelembe vesszük a különböző évtájaknak a minőségét, és ez alapján, hogyha most nézzünk egy szobát, itt csak egy szobának a jelképes ábrázolása van, itt különböző energiák vannak, különböző minőségek az oldalaknál és a sarkoknál is. Hogyha már nem szobáról beszélünk, hanem egy olyan lakásról, mint egy kis fa épületről, ami egy légterű, akkor azt mondják, hogy a Sthapatya Veda tudósai, hogy kicsit bonyolítsuk meg a helyzetet, ezt osszuk fel négyre. Akkor ennek a négynek itt mindenütt megvannak a pici kis minőségei, meg a sarkoknak is. Ezt úgy szokták szimbolizálni, hogy különböző istenségek vannak ezeken az oldalakon, ezeken a sarkokban, akik kifejtenek valamilyen hatást, ami az emberi életet általában elősegíti, ami olyan funkciót rakunk abba a szobába, ami annak az istenségnek, annak az isteni vagy angyali erőnek megfelel. De mindannyian normál lakásban élünk, egy normál családi házban, és ott pedig azt mondják, ez a minimum, 3x3-as felosztásban vizsgáljuk meg ezt az épületet. De hogyha egy várost tervezünk, ahol rengeteg épület van, rengeteg intézmény, rengeteg minőség, akár 108x108, 1800x1800, 100.000-szer 100.000, hogyha a világot tekintjük, vagy milliószor millió, ha az egész Földet. Tehát ennek a felosztásnak egy ilyen fraktál jellege van, ez az egység, és ezt
a végtelenbe ki tudjuk támítani. Természetesen ezt átlátni egy város tervezését, ez művészet. Az indiai építészmérnökök, ezek a stapatik, megtanulják a normál építészet csinyát, pinyát 4-5 év alatt, aztán másik 4-5 év alatt tanulják meg ezt, és még 4-5 évig gyakorolják, van amikor 10 évig. És azután megkapják a mestervizsgájukat, és ha nem is egy teljes várost, de városrészeket már nagyon szépen meg tudnak tervezni. Indiában vannak több ezer éves városok, nem véletlenül. Azokat így tervezték meg, és meg is maradtak az utókornak. Természetesen ez a tudás, mint minden tudás, a tudatlanság szikláin összetört. India elvesztette hatalmi pozícióját. Most az utóbbi 40-50 évben, hála Maharishi Mahesh Yogi áldozatos munkájának, egyetemek ezrei épültek Indiában, és kis úgynevezett gurukulák, ahol a kisgyerekeket tanítják, úgyhogy ez a tudás most fel fog elevenedni Indiában, és eltelik szerintem még egy 10-20 év, és látjuk, hogy India egyre jobban és jobban fog szállni. Persze a korrupció az mindenütt ott van, ezt Indiának magának kell legyőznie, úgy, ahogy Magyarországon is le kell győzni azokat a minőségeket, amik az egységet, a barátságot, a szeretetet és a családias minőséget egy város vagy magának az egész ország életében pomlasztják. Tehát itt van ez a felosztási rendszer, és vannak különböző minőségek. Ezeket a minőségeket, most egy pillanatra el is mondanám, hogy ha tekintünk egy alap normál lakást, erre van mondjuk így az éjszak, tehát most itt minden dúcsában felfelé van éjszak, a keleti bejáratot nagyon-nagyon favorizálják. És ugye a mi régi jurtáink is keletre voltak, a napkeleti napra voltak fordítva. Arról nem is beszélve, hogy úgy hallottam, ezt remélem majd meg fogják erősíteni, hogy a régi időkben keletváró kapunak nevezték a székely kapukat. És nem véletlenül volt rajta a napszimbólum. A napkelet felé tájolták az összes kaput, és ennek megfelelően az összes házat. Sajnos az történt, hogy amikor egy hatalmas tűzvész végigcsapott, ami szerintem nem véletlen jelleggel alakult ki, és utána a keresztény eszmerendszer elindult és elfelejtődött az ősök tudása, akkor a templomot, mint főegységet vették figyelemül, e köré, mint egy kis szigeten, ezt sok helyen láthatjuk. Körbe-körbe megindulnak az utcák, aztán kis mellékutcák, erre arra kírbe gúrva utak, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy na akkor minden a templomra irányul, a templomra nézve alakították ki a bejáratokat. Innentől kezdve eltűnt ez a fajta szigorú keleti tájolás. Természetesen nem csak a keletnek, az északnak is jó tulajdonságai vannak. Ez a két irány az, amit a Sztápatya Véda favorizál és előnyben részesít, ezeknek csak pozitív hatásai vannak. Hogyha másik két főirány, ne adj Isten, a mellékirányok vannak túlsúlyban, akkor egy-egy nagyon-nagyon konkrét negatív minőséggel kell szembenéznünk. A feng shuiban vannak bizonyos módszerek, amivel különböző tárgyakat rakhatunk ki a szobában, tükröket és különböző módszereket, amivel az úgynevezett energiákat, pozitív életet támogató energiákkal alakíthatjuk. Ezek a megoldások sajnos csak ideiglenesen működnek, hosszú távon a bejárat, a matéria győz. Tehát át kell építeni az épületeinket, és a kelet és északi irányban kellene felépíteni a házunkat. Most az egyik legnagyobb probléma, hogy Magyarországon van egy szabály. Ez úgy néz ki, hogy van egy telek,
Erre fel akarok építeni egy házat, itt az észek irány. Mit mond általában az előírás? Az északi mezsgyére építhetek, vagy pedig a keletire. Ez mit hoz? Automatikusan egy nyugati bejáratot, automatikusan déli bejáratot. Ez a rész, ahol a telephatár van, ezt úgy nevezik Indiában, hogy egy démonikus zóna, Vaisicha zóna. Itt általában olyan erők vannak, amelyekbe a szomszédon belelók. Igazából ebben a világban nincs démon, ebben a világban nincs ördög, ebben a világban nincsen semmilyen negatív hatás, egy valami van, ami nem hozzám tartozik. A szomszédomnak az energiái, ötletei, gondolatai, élete, az az övé. Ezért azt tapatja véd, amit mond, egy kilenced részt el kell hagyni körülbelül. És ide már lehetne építeni ezekre, de egy kilenced részt el kell hagyni, és a szomszédomnak is egy kilenced részt el kell hagyni, és neki is el kell hagyni. És neki is el kell hagyni, és neki is el kell hagyni. És utána már lehet építeni. De ez a senki földje, ez mindenki földje, ez virág, nem kerítés kellene ide igazából, hanem virág. Hogyan tudom én őt táplálni? Hogyan tudom én őt boldoggá tenni? Hogyan tudom én őt a szebb irányba mozdítani? És ő hogyan tud engem? Ez a határ, ez erről szól. És erről kellene szólni minden ország határban is. Hogyan tudjuk támogatni a nemzeteket. Régebben végváraink voltak ott. A harc, a fegyvereknek a birodalma. Most gondoljuk bele, mit gondol egy szlovák, mit gondol egy szerb, hogyha meglát egy végvárat. Biztos nem azt, hogy ide csak a jó legények mennek be. Itt bizony a harcosoknak a területe, és a harcosoknak a feladata ugye a háborús tudás. Természetesen, hogyha mi ajándékokkal lepjük el egymást, a szomszédainkat megajándékozzuk, nehogy Isten a szomszédos nemzeteket, figyeljük a kultúrájukat, és úgy mondjuk, hogy mi Kárpát-medencei magyarok vagyunk, onnantól kezdve azt veszük észre, hogy barátaink vannak mindenütt. Most ezt tükröznie kellene az építészetünknek, az építészeti előírásoknak is. Ez a jövőben még egy hatalmas nagy feladat. Nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy hogyan néz ki egy parasztháznak a felépítése. A verandájával, a szoba, a tiszta szoba és ezeknek a minősége. El van nyújtva, ilyen hosszúkás. És általában mit mondtak a régiek? Legyen már egy jó kis déli bejáratunk. Mert ott nem kell annyit törni a jeget. Télen milyen jó, sok energia bejön. És legyen így. Valamint a háza, jó hosszú ház volt. Ha megnézzünk egy Batthyány kúriát, az tömbös. Az nem nyúlik ki nagyon. Ha egy kicsit is kinyúlik valamilyen irányba, akkor is tömbös szerkezetét megőrzi. Nincsenek hozzáépítve, vagy levágva belőle sarkok. Ugyanis azt mondja a sztápatja véte, hogy ebben van meg a teljes energetikai rendszer, ha hiányzik egy sarok, valaki szenved a családban. Ez nem egy elképzelés, ez nagyon-nagyon konkrét dolog, de én 3 évig küzdöttem ezen tudomány ellen, mert azt mondtam, hogy én az élelmiszeripari üzemmérnök, a konditermes srác, nehogy már egy vacak matéria majd az én életemet befolyásolja, én erős vagyok. Nem fog ez befolyásolni. Ha, déli bejáratunk van. A fenéket vagyok én agresszív. De hogy is vagyok? Te se vagy agresszív, én se vagyok agresszív. Na, így. És akkor észrevettem, hogy na, nem teljesen, mint hogyha valami feszültség lenne benne, de akkor még nem. Nem, ez nem igaz. Ez a tudás, ez nem működik. Nem. Távol tartottam magamat és harcoltam ellene. Hát csak az én életem, illetve a szülők élete, nagyszülők élete, akik ugyanebben a házban voltak, nem azt bizonyítják, hogy itt harmónia lett volna folyamatosan, és
rózsaszín felhős mennyország. Bizony voltak feszültségek az életünkben, de azon mindig túltettük magunkat. Aztán elkezdtem tanulmányozni ezt a kis tudást, a különböző minőségeket, és a legmegdöbbenőbb